Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és ismét elérkeztünk egy hétfői unboxinghoz, és ahogy itt látjátok mellettem, ismét itt van egy nagyobb bacska doboz, ami természetesen a LEGO Store Budapestnek köszönhetek, úgyhogy még egyszer szeretném nekik nagyon megköszönni, és hogyha kedvetek van, akkor szerintem tartsatok velem, hiszen nem egy kis készletről van szó. Nos tehát, a dobozunk, ahogy látjátok, hát viszonylag nagy. Úgyhogy nem kis készlet lesz benne. Nyilván én tudom, hogy mi van benne, de most még ezt nem árulnám el nektek, hiszen ennek ez a lényege, hogy ne tudjátok még előre, bár hát aki szemfüles, az már lehet, hogy sejtheti, hogy mi van benne, vagy legalábbis milyen téma van benne. Ez aztán beletragasztva. Oké, én már látom a drágaságot. A drágaság, pokéfólia, és hát ez nagyon meggondoltam. Wow! Az igen, hát rendesen kilóg a képből, ide kell tennem. Várjátok, ezt arrébb teszem, pokéfóliát is arrébb kell tenni. Na szóval, ahogy látjátok, hozzám is megérkezett a frissen megjelent május elsőjétől lehet megvásárolni, azt hiszem, ezt a készletet. Szóval hozzám is elérkezett, hát egy kicsit késve, de tudjátok, nagyon jól általában ez a posta miatt szokott néha csúszni, ettől függetlenül remélem élvezni fogjátok ennek a készletnek is a bemutatóját. És hát igen, R2D2-ról van szó, aki a 75308-as kódnéven került a forgalomba, 2314 darabos a kicsike, ami annyira nem is kicsike. Egyáltalán nem számítottam rá, egy ekkora baromi nagy dobozba lesz benne. Nyilván egy kicsivel keskenyebb, mint egy átlagos LEGO készlet, de egész jól áll neki, pláne az, hogy tudjátok, fekete doboz nem mindig szokott tetszeni, de most ennél kifejezetten jól áll, úgyhogy most igazából egyetlen problémám sincs ezzel. Szerintem egész szépen ki van dolgozva a droidunk, és hát a másik oldalán látható a különböző jelenetek a filmből is, hiszen itt alul, ugyanúgy, mint a sisakoknál is, ott is pont ugyanezt szokták követni, hogy alulra szoktak tenni néhány képet az eredeti filmből. Egyébként itt a méretével is találkozunk, összesen 31 cm magas lesz, és 20 cm széles, és hát látjátok, hogy különböző dolgokat lehet vele művelni, és mivel ugye a Lucasfilm az 50. évfordulóját ünnepli, ezért ezt a kis 50. évfordulós kis logót is kapjuk, ami remélhetőleg printelve van, bár egy első ránézésre úgy van, úgyhogy szerintem nem lesz gondom vele. Szóval ezzel a készlettel, hát nagy valószínűséggel a holnapi bemutatóban találkozhatok, tényleg akkor, hogy kilóg a képből, hihetetlen mekkora ez a doboz. Szóval a készlettel holnap már találkozhatok is, úgyhogy hát nekem most már nincs is más hátra, én gyorsan elkezdem ennek a készletnek a következő felvételét, hogy elinduljon a építés, mert eléggé kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan is fog ez kinézni összeépítve, mert ugye R2D2 már megjelent 2012-ben is, csak akkor nem volt ennyire részletesen kidolgozva. Egyébként a méretei nagyon hasonlóak, de nekem nem volt szerencsém a régebbi változathoz, úgyhogy nekem is most már végre megvan egy UCS Edition-ös R2D2. Úgyhogy találkozunk a holnapi adásban. Ha tetszett a videó, akkor tudjátok, a lájkot ne felejtsétek el, iratkozzatok fel a csatornára, mert az még mindig nagyon fontos, és hát találkozunk holnap. Addig is jók legyetek, szevasztok! Yeah!